Nyilvánvaló, hogy a tavalyi kétszámjegyű minimál béremeléshez hasonló most nem történhet meg, mert a rendszer kis híján belerokkant a lépés következményeibe, mondja a Vállalkozók Országos Szövetsége. A VOSZ szerint nem biztos, hogy egy recesszióban lévő gazdaságban időszerű bérnövelésről beszélni. Önálló vita lehetne már az is, hogy egyáltalán van-e realitása az ilyen kötelező jellegű béremelésnek. A szervezet szerint idén legfeljebb egy nagyon szolid, megfontolt emelésről lehet szó. Borsik János a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát Vértes András előkészítette a terepet nekünk a beszélgetéshez, és túl fényes jelent meg jövőt sem vázolt fel. Ennek alapján reménykednek minimálbér emelésbe, ne adj Isten kétszámjegyűbe? Teljesen helytálló, amit elmondott Vértes András, hiszen a beruházások visszaesése a hiteltelenséggel magyarázható. Az IMF és az Európai Unió Bizottságának is hasonló véleménye volt, hogy javítani kellene Magyarországon a befektetői klímát, hiszen mi tárgyaltunk erről. A másik része, pont ma egy fórumon mesélték el az emberek, hogy a hónap vége felé, 20-25-e felé már nézelődnek, hogy mi lesz még, mi jut még a napi fogyasztásra. És elmagyarázta a kollega, hogy ha ennyire kevés a pénz, és nem tudunk vásárolni, akkor mitől növekedne a fogyasztás? Hangsúlyozom, egy egyszerű, világos gondolkodású kollega. És teljesen igaza van, ugye az egykulcsos, igazságtalan és aránytalan SZIA miatt, amit vártak fogyasztás növekedést, hiszen Matolcsi úrdon talán 1,5% körül is várta a belső növekedést. De azóta már azt mondják, hogy legalább nem romlott tovább. Hát utólag lehet ilyeneket mondani, csak előtte nem kell mást mondani. És gyakorlatilag ugye azok a rétegek, akik egyébként most megint utalok az Európai Unióra, ami közleményben azt jelezte, hogy azok jártak legrosszabbul az SZIA-val, a 16%, akik keveset keresnek. Sommázva azok kaptak ebből az SZIA-ból, akiknek nem volt rá szükségük, és akiknek égetően szükségük lett volna rá, nem kaptak belőle. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg egy igazságtalan rendszer. Másfelől pedig azt lehet látni, hogy több mint 3%-kal estek a reálkeresetek. Tehát az a minimum, hogy a reálkereset visszaesést meg kell állítani, és a reálkereset növekedést kellene elérni, hiszen tavaly is, idén is elég sanyarú a helyzet. A minimálbérnél más a helyzet. A kormány nem mond igazat akkor, amikor azt mondta, hogy emelte a minimálbért, mert álláspontunk szerint a nettó tartalma ugyanaz maradt, 60.915 forint. Az, hogy 93.000 bruttóra fölment, az többek között a VOSZ főtitkárának és az összes többi munkáltató érdekképviselőnek okozott nagy gondot, meg a munkáltatóknak, mert az adóterheket növelték. De és ebből mennyit látott a munkás? Ebből a munkás azt látta, hogy örült, hogy megmaradt a nettója tavalyról idénre. Nála ez nem úgy, hogy mondjam, nem úgy élődik meg, már bocsánat a buta kifejezésért, hogy Istenem, hát 93.000 forintra ment. Azt hát mondja, hogy az érdek, hogy mennyit egymást, egymástól azt mondják, hogy mennyit viszel haza. Hát persze. Ennyi a kérdés. Jó, viszont ebbe az emelésbe, hogy ez 93 legyen, meg 108 a garantált bérminimum, tehát hogy ebbe az emelésbe a vállalkozók azt mondják, hogy már beleroppantak. Hát volt itt bérkommandó is, meg minden. Hogyha most a jogos egyébként mindenki által látott, vagy hát majdnem mindenki által látott számokat és a gazdaság teljesítőképességét és az inflációt nézzük, akkor mindenki elismeri, hogy igen, kellene emelni, de szerintem nem tudja ez a gazdaság kitermelni, nem tudják a munkaadók kitermelni ezt. A bérkommandóról volt tárgyalás a munkáltatók és a kormány illetékes minisztere vagy államtitkára között. Ha egy ilyen tárgyalástól mindenki derült, nyitott és mosolygos arccal jön ki, akkor nagy baj van. Gyakorlatilag a kormány lebontotta a munkaügyi ellenőrzést Magyarországon. Jelzik már mérések vannak arra, hogy a fekete pénzek hirtelen felszaporodtak, tehát a minimálbér mellé is esetleg fizetnek, csak éppen nem jelentik be. Tehát teret adnak a törvénytelenségnek, ebből ugye nem lesz adóbevétel, és azt gondolom, hogy legalább azt kell elérni, hogy a minimálbér nettó tartalma növekedjen. Hadd mondjak egy példát.
A létminimum, az utolsó létminimum számítás 83 ezer forintot jelez. A 60 ezer és a 83 ezer között rendkívül nagy a különbség. Nem is beszélve arról, hogy az lenne jó, hogyha az átlagkereset 60%-a körül lenne a minimálbér, ugye itt nettókról beszélünk, mert ez a lényeg, ez foglalkoztatja az embereket. Tehát sem jogszabállyal, sem ráolvasással nem teremtődnek új munkahelyek, nem fog növekedni a fogyasztás, nem lesznek új beruházások, kivéve egy-két beruházást, amit most viszonylag délrel durra bejelentettek, és azt gondolom, hogy ezen kellene változtatni, tehát más gazdaságpolitikát kellene. Rövidesen úgyis leülnek tárgyalni. Igen. A minimálbérről. A jelenlegi 93 ezer forintos helyett mennyi kellene, és nettóba is mondja, hogy mennyi kellene. Arra kell egy bérmegállapodásban garanciát teremteni, hogy jövőre legalább 2%-os reálkeresett növekedés következzen be. Ez mindent kiad visszafelé. Volt már ilyen megállapodás, azt hiszem 2003-ban, amikor 3,5%-ban állapodtunk meg. Normálisan viselkedtek a munkáltatók, utólag is azt kell, hogy mondjam. Különféle záradékot fűztek a megállapodáshoz, de a dolognak a lényege az, hogy teljesült is a 3,5%-os reálkeresett növekedés. Tudom, hogy más gazdasági környezet volt. De hogyha a bérek vásárlóértéke továbbra is csökken, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a családok, mert emellett különféle adókat jelenítenek meg, különféle közszolgáltatási cikkeknél gond van, különféle más terheket rónak az emberek nyakába, és ennek hol a vége? A 2%-os reálkeresett növekedés az egyébként mit jelentene? Tehát forintosítsuk, az mit jelentene minimálbérben, mit jelentene nettóban? Ez az addig is változó, esetleg változó adójogszabályokból kiszámolható. Amikor először ezzel kísérleteztünk, egyszer volt ilyen megállapodás, és soha többet, azóta sem, akkor a cégek, különösen a nagy cégeknél elkészült a program, lefuttatták, és most mondom, névre, munkavállalói névre, forintra kijött az a bruttó növekmény, amit meg kell adni ahhoz, hogy megvalósuljon ez. Sok mindentől függ, hát legfőképpen nyilván az inflációtól, tehát ezzel kalkulálni kell, hiszen most már olyan 6% körül jár az infláció, és vannak külföldi nemzetközi becslések, amelyek év végére az átlagos inflációt is egy kicsit magasabbra tippelik, de hát Isten mentse meg, hogy még magasabb legyen. Na hát folytatjuk ezt a vitát össze, szerintem még sokszor. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.